Sziasztok! Az én nevem Pörki Perot és üdvözöllek titeket egy újabb videóban. Nos, mint tudjátok, ez a csatorna arról szól, hogy én építek és ti, mint a nézzük, meglesitek, hogy mit alkottam. Na de nyilvánvalóan ti szerettek blokkokat pakolászni itt a Minecraftban, és ehhez néha szükségünk van különleges helyszínekre. Tudom, hogy jön a nyári szünet, és tudom, hogy rengeteg időtök lesz, és valamivel leszeretnélek titeket foglalni, ha csak egy néhány órára, akkor is. Pontosan ezért elhoztam nektek 20 darab szídet, amire a nyári szünet alatt akár építhettek bázisokat, falvakat, átalakíthattok dolgokat, stb. Ne felejtsétek el, hogy ez 1.16.5-ös Java verzióban működik, szóval sajnálom a bedrockosokat, nekik most nem tudok szídekkel szolgálni. Na de minden további nélkül vágjunk is bele a videóba, hogyha tetszik, akkor mindenképpen majd dobjatok rá egy lájkot. Köszi! Rögtön a legelső, egy Taiga Pillager Outpost. Nos, ennek a legnagyobb különlegessége az nem más, mint hogy egy óriási sziklafalon helyezkedik el, aminek a pereme ilyen nagyon érdekesen néz ki. Hogyha belegondoltok, akkor hadászati, stratégiai szempontból is nagyon jó, hogy ez itt van, igazából ez teljesen logikus, ugyanis szinte bevehetetlen a nagy-nagy falak miatt. Hogyha gondoljátok, kreatívban szerintem nagyon-nagyon jól át lehet alakítani, valamint emellett túlélőben is egy tök jó bázisként szolgál, persze csak akkor, hogyha meg tudjátok akadályozni, hogy a mobok leszpónoljanak ide. Én úgy gondolom, hogy a loot is elég jó, van benne egy kis szint, van benne egy kis fa, szóval hogyha nem bánjátok, hogy mondjuk van egy-két pillager rögtön a kezdésnél, akkor szerintem ez egy tök jó seed, valamint kreatív építésre is nagyon-nagyon kiváló, főleg emiatt a szikla miatt, és hogyha átalakítjátok az outpostot, az meg pláne király. A második egy dzsungel. Hogyha már nyári szünet, és arról beszélünk, hogy a nyári hangulatokra helyezzük a hangsúlyt, valamint olyan inspirációt keresünk, akkor íme a dzsungel. Na hát őszintén, ki ne szeretne a dzsungelbe építeni, ugye nyilvánvalóan egy picit nehéz túlélőben, de kreatívban szerintem nagyon-nagyon jó dolgokat lehet itt alkotni, például ezekre a tavakra. Rengeteg minden van, egyébként itt gyorsan nézzük is meg, hogy micsodák. Rögtön itt a spawn mellett van amúgy egy dzsungel templom. A dzsungel templomok királyak, van benne titkos loot, ugye ott a karok alatt, abban sokszor gyémánt van, valamint nagyon király könyvecskék, és emellett található itt egy hatalmas nagy bambusz dzsungel is, mondom még egyszer, túlélőben, valamint kreatívban is szerintem nagyon király, jó dolgokat lehet ide építeni, és hát tele van pandákkal, a pandákat meg mindenki szereti. Úgyhogy igen, íme ez a kis trópusi hangulatú dzsungel, remélem, hogy tetszik nektek ez a második választás. És persze, hogyha már trópusi hangulat, akkor nem maradhat ki egy trópusi sziget sem, amit egészen egyszerűen imádok, mindjárt el is mondom, hogy miért. Nos, ennek az oka nem más, mint hogy van körülötte három óriási nagy korallzátony. Hogyha szerettek a korallblokkokkal építeni, akkor ez mindig egy tökéletes választás, én úgy gondolom. Valamint a szigetnek az alakja, egyébként az eredeti Jurassic Parkos szigetre, Isla Nublarra emlékeztet, ezt csak úgy hozzátettem, szóval akár egy picike kis Jurassic Parkot is fel lehetne ide húzni, vagy bármit, amit akartok, bármi, ami trópusi hangulatú, esetleg a vízbe is lehet építeni, hogyha éppen ahhoz van kedvetek. Egy kietlenebb táj következik, ami nem más, mint egy mészabiom, rögtön a spawnnál azonnal beleszpónoltok ezekkel a csodálatos tüskékkel. Na most rólam tudni kell azt, hogy én nagyon szeretem a mészát, de leginkább csak anyaggyűjtésre használom túlélőben. Nem nagyon szoktam ide építkezni, ugyanis mindig egy nagyon snasz, mindig egy nagyon kiszámítható western stílus jut róla eszembe. Viszont hogyha belegondoltok, akkor itt egészen sok minden mást is lehetne alkotni, szóval ha nektek van ötletetek, akkor mindenképpen lessétek meg ezt a seedet, túlélőzésre is nagyon-nagyon alkalmas, tele van ilyen felszíni mineshaftokkal, úgy ahogyan a mészáknak a nagy része ugye tele szokott lenni, emellett pedig vannak spawnerök, különböző felszíni aranyak, ugye ami a mészának az eléggé nagy jellemzője, úgyhogy igen, nagyon igazából tudom nektek ezt ajánlani jó szívvel, én egészen biztosan fogok valamit a nyáron ide építeni, egyelőre még nem döntöttem el, hogy mit, de úgy gondolom, hogy mondjuk valamilyen industrial, vagy valamilyen posztapokaliptikus lerombolódót, valami hasonlót tudnék ide még elképzelni.
A következő választásom az nem más, mint egy tengerparti Dark Oak hegység. Na most ez szerintem eléggé ritka, én talán még soha nem láttam ilyet. Eleve ugye a Dark Oakot személy szerint nagyon szeretem. Én úgy gondolom, hogy itt a legszebb a fű, a Dark Oak levelek a legszebbek, a díszítésre nagyon jó sűrűek. Hogyha a kreatív építést nézzük és nem a túlélőzést, akkor abszolút ezeket a hegyeket tudnám javasolni. Ide különböző, pici, elven, fantasy stílusú házakat tudok elképzelni, tudnék ide rakni mindenféle csúcsos, különleges tetővel, de emellett szerintem érdemes megnézni magát a tengerpartot is, ahogyan kinéz, ahogyan felfut így a hegyekre. Ez valahogy engem nagyon-nagyon inspirál, eleve egy paletta jut róla eszembe, valami sötétebb, ami így egy világosabb dologból indul, nem tudom, mondjuk egy torony, vagy akármi, viszont nem akarok túlságosan pontos ötleteket adni nektek, azt építetek rá, amit csak szeretnétek. Ismét jöhet egy túlélő barát szíd, egy tajga falu. Bizony szerintem nagyon jó az, hogyha az ember beleszpónul egy világba és rögtön mondjuk egy falu mellé kerül. Szerintem nagyon jó kis lootok vannak itt. Van itt tök, van harang, tele van kenyérrel, egy csomó édesbogyó, stb. Szóval innen szerintem el lehet kezdeni a kis Minecraftos életet, valamint tele van ezekkel a csodás kis farmokkal, amik személy szerint a kedvenceim az összes falukból. Nagyon-nagyon sok a tök, a búza, és emellett tele van különleges házakkal, amik igazából csak arra várnak, hogy átalakítsák őket, vagy hogyha gondoljátok, akkor ezekre a különlegesebb sziklafalakra is lehet valamit csinálni, új házakat hozzáadni, stb. A méretét tekintve annyira nem óriási, viszont szerintem nem is kell, hogy hatalmas legyen, főleg akkor, hogyha kreatívban akarjátok mondjuk átalakítani. Egy óceáni templom rögtön oda, ahova spawnoltok, csak is a Prismarinnak a kedvelőinek. Erre az icike-picike formátlan szigetre kerülve rögtön az első dolog, amit észrevehetünk, az a világító víz, bizony azok ott szillentörnök. Hogyha olyanok vagytok, mint én, akkor szeretitek a Prismarint. Én nagyon-nagyon kedvelem, szerintem nagyon különleges. Túlélőben nagyon jó akár egy ilyen korai vízi bázisnak a kialakítására, persze csak akkor, hogyha nem féltek az Elder Guardiant rögtön az elején legyőzni, szerintem nagyon szépen meg lehet csinálni. A következő nem más, mint egy jó öreg szavanna falu, bizony, ahol a házak különböző szirteken, különböző szinteken vannak rajta. Szerintem ez nagyon különleges, és nagyon jól néz ki. Tehát ott van az első házunk, akkor itt van egy üresedés, ahová lehetne rakni még egy házat, valamint akkor a harmadik ilyen szint. Szinte már lépcsőzetes, nagyon jól néz ki, majd fogok még olyat mutatni, ahol másfajta falvakkal is hasonló történt, viszont szerintem eléggé ritka, hogy nem egy lapos területre, egy ilyen unalmas területre spawnolnak, úgyhogy ezt mindenképpen meg akartam mutatni, valamint ott láthatjátok, hogy dinnyék vannak szalmablokkok helyett, amit még én talán soha nem láttam, bár ez simán lehet, hogy ez a szavanna falvakra mondjuk így nagyon jellemző, csak valahogy nekem került el a figyelmemet. Külön tetszik az, hogy keresztül megy itt egy folyó, amit a falunak a generálása különböző pici, ilyen kis tavacskákra bontott, amik csak arra várnak, hogy valaki szépen kipofozza őket. Valamint itt keresztül fut egy revén is, amiben benne van egy kis farmocska, valamint ez az épület ide lelóg, ezt is nagyon jól át lehet alakítani. Következő az egy Ice Spike falu. Igen, tudom, nem pontosan benne van, ugye az a jégtüskék között, de szerintem ez nem akkora nagy probléma. Engem ezek a tüskék mindig inspirálnak, eléggé ritkák a játékban. Ugye a sok-sok iglu, valamint kis kunyó mögött így felmennek az égig. Egyébként ezek a jég igluk is nagyon jól néznek ki, és ahogy fent vannak ott az égben, egyszerűen onnan csak lenézve látszik az egész falu. Simán el tudok képzelni néhány olyan házat, akár olyan blokkokból elkészítve, mint a falu fent ezeknek a tetején. És ami a legérdekesebb, van itt egy portál is. Tehát, hogyha ide spawnoltok mondjuk túlélőben, akkor egyből át tudtok menni a Netherbe. Szerintem szinte minden megvan hozzá a faluban, szóval eléggé gyorsan tudtok ezzel haladni. Szóval, hogyha valami ilyesmihez kerestetek szídet, akkor tessék! A másik kedvencem pedig nem más, mint ez a jég, ami ebben nagyon-nagyon-nagyon sima hegybe spawnolt bele. Gyönyörű vizek. Igen, ez az egyetlen egy különlegessége ennek a seednek sajnos. Igazából egy mocsár, maga a spawn, viszont a körülötte lévő vizek.
Egyszerűen muszáj volt beleraknom ebbe a listába. Az összes színű Minecraftos víz megtalálható itt, és van egy nagy korallzátony is. Nagyon jól néz ki, nagyon, hogyha szerettek igazából víz mellé építeni, vagy magába a vízbe, akkor ezt tudom ajánlani. Eszméletlenül néz ki ez a rengeteg kék szín, nagyon-nagyon jól mutat, és nagyon sok inspirációt ad, esetleg mondjuk palettára is. Egy sivatag. Igen, hát tudom, ez nem valami nagy szám, de higgyétek el nekem, hogy néha nagyon szükséges. Például lehet, hogy furán hangzik, de én a legtöbbször úgy vagyok, hogy a világomban nincsen a spawn körül egy sivatag. Na hát ez maga egy sivatag piramis, ami nagyon jól néz ki, bele van rakva a homokba is, szóval hogyha nagyon szeretnétek ilyen kis ásatásokat, akkor azt akár kiáshatjátok teljesen, átalakíthatjátok, emellett pedig van itt egy falu is, amiben egy csomó-csomó loot van, és ahogy beléptem a világba, egyből lefolytott a víz. Érdekes. A következő egy lebegősziget. Na és hogy miért annyira különleges ez? Ugyanis nagyon-nagyon szép a formája. 2013 környékén a steampunk egy nagyon domináns stílus volt a Minecraftban, és nagyon sokszor lebegő szigetekre épültek ezek a különböző steampunk tornyok. Viszont ott ugye mindig kézzel építette meg az ember, szóval túlélőben nehezebb volt, stb. Viszont itt van ez a formás, valamint barlangokkal teli kis lebegő sziget. Szóval itt akár még nyersanyagot is találhattok. Ide rögtön az elején fel lehet építeni, rögtön az elején be lehet lakni ezt a szigetet, és emellett pedig van egy csodálatos kis falucska is, tele szalmával, harangokkal és egyéb lootokkal. Nagyon sokan várjuk már az 1.17-es hegygenerálásokat, ezért íme itt vannak az óriás hegyek 1.16-ban. Így van, 1.16.5-ben legeneráltam ezt a szídet, és nagyon-nagyon tetszett, különösen a pereme ennek a hegynek. Egy egyéb különlegesség még az, hogy az óriási nagy, szerintem szokatlanul nagy hegyek között van egy csodálatos völgy, ahová be lehet szerintem egy kis falut telepíteni, igaz kisebb házakkal, de meg lehet oldani. Én úgy gondolom, hogy ha valakinek hiányzik, vagy valaki már nagyon várja a hegygenerálásokat, ugye az 1.17-es, pontosabban 1.17/B, na mindegy, generálásokat, akkor azoknak itt van ez a seed. Most pedig valami olyat mutatok meg, ami nekem a személyes kedvencem igazából talán erről a listáról, és ez nem más, mint ezek a csodálatos sziklás hidak. Na most ebből nem csak egy generálódott le rögtön a spawnra, hanem egyből három. Ezek engem nagyon a Minecraft beta generálásra emlékeztetnek, ezért mindenképpen meg akartam veletek osztani. Ide akár láncról lefüggő házakat tudok elképzelni, vagy esetleg óriási nagy boltíveket, ami alatt átmennek a hajók. És igen, na hát ezek mellett közvetlenül van egy pillager torony, valamint hogyha figyelmesek vagytok, akkor a háttérben megfigyelhetitek, hogy bizony egy falu is itt van. Szerintem ez nagyon különleges. Emellett pedig egy flower forest maga az egész, ami azt jelenti, hogy ha túlélőben vagytok, akkor rögtön a spawnnál össze tudjátok gyűjteni az összes virágfajtát. Egy gyors kis seed, ez nem más, mint egy pillager outpost, semmi különleges, viszont hogyha ezt át akarjátok alakítani, vagy esetleg be akartok ide költözni a közelébe, akkor mindenképpen érdemes meglesni. Van benne loot, vannak benne szintek, vannak benne fák, szóval rögtön el lehet vele indulni, kivéve persze akkor, hogyha féltek a pillagerektől. Egy bölcsfalu. Na hát ez egészen biztosan ritka a játékban. Oké, nem magába a bölcserdőbe spónolt bele a falu, viszont itt van a közvetlen közelében, igazából az egészet körül öleli. Nagyon szeretek magam is faluba spónolni, itt is rengeteg a szép szikla, nagyon sok a szalmabála, és itt van ez a világos fafajta, amit nagyon máshol nem találhatunk meg, olyan nyilvánvalóan csak a bölcserdőben, tehát nem olyan, mint az ók, hogy a dzsungelbe is spónol, stb. Én személy szerint nem kedvelem, túlságosan világos, főleg, hogyha nincsen lehántolva vagy deszkává átalakítva, viszont szerintem mondjuk a diorithoz egy nagyszerű textúrázó blokk. Hogyha van kedvetek, lessétek meg ezt az egyszerű kis szídet, mondom, túlélőzéshez van itt szalma, valamint van harang, és hát mind tudjuk, hogy a harang az nagyon fontos, mert minél több harangod van egy világban, annál több hatalmad van egy világban. Külön kiemelném, hogy egyébként itt van a kedvenc házfajtám, pontosan az, amit ott középen látok, ahol a birka legelészik, az az egyik kedvencem, nagyon jól néz ki, és tökre örülök, hogy generálódik az alapvilágba.
Tovább haladva a listán, ismételten egy falu. Sajnálom, hogy ennyi falu van rajta, és kicsit kevesebb az ilyen extrém generálás, de szerintem ez a túlélősöknek, valamint a kreatívosoknak is egyaránt nagyon szuper. Hogyha megnézitek ezeket a sziklákat, ugye említettem a Savanna falunál, hogy fogok még ilyet mutatni, íme. Különböző szinteken, ugye láthatjátok, hogy ott van ez az ilyen útblokk, ez nagyon tetszik, én még oda építenék egy-két házat, valamint itt a központja a falunak is nagyon különleges. És akkor egy oázis. Nos, valóban, egy oázis, egy kihalt, kietlen sivatag, valamint egy száraz szavanna között van egy tavacska. Egy tavacska, aminek az a különlegessége, hogy egy icike-picike dark oak biom található meg körülötte. Semmi más, csak néhány sornyi dark oak itt a száraz, kietlen vidéken. És ami még nagyon érdekes szerintem, hogy a házak beleszpónolnak a fákba. De nem csak a fákba, hanem a gombákba is, így valóban az oázisnak az érzetét keltik. Ugye oázis a sivatagban, emellett pedig sok-sok ház így egyben nőtt, szóval ezt akár át is lehet alakítani, és nagyon király kis bázisokat lehet belőle csinálni. A listán következik egy Flower Forest. Ezt meg szerettem volna nektek mutatni, hiszen tudom, hogy vannak köztetek, akik szeretik a különböző virágokat. A virágokkal díszíteni nagyon király. Emellett nagyon sok szép tavacska is meghúzódik ebben a virágos erdőben. Van itt bőrcs, van itt ók, és maguk a hegyek, a dombok is nagyon szépek. Nagyon fontos, hogy a kreatívosok is lássák ebben a potenciált, tehát szeretném, hogyha tudnátok, hogy bizony ide egészen biztosan fogok majd valamikor építeni. Nagyon-nagyon sok a virág, sok a különböző fa, valamint a béta generálások is megtalálhatók, ami nekem személy szerint nagyon tetszik, egészen extrém és különleges. És akkor végül az utolsó, ami, hát javítok, ez az abszolút kedvencem. Ez a tökéletes tajga generálás. Hogyha megnézitek, ezen a sziklán vannak barlangok, vannak különböző kő oszlopok, amik úgymond még nagyjából a fizika törvényeinek is megfelelve megtartják ezeket a lelógó részeket, szóval nem túlságosan sokat kell alakítani ahhoz, hogy tökéletes és élethű legyen. Egyszerűen eldobom az agyam tőle, nagyon-nagyon tetszik. És hát ugye nyilván egy másik különlegessége, hogy a belseje eléggé üreges, azaz bemenve a barlangba, itt láthatjátok, hogy van egy nagy lyuk a tetőn. Emellett ez eléggé kedves a szívemnek, ugyanis a barátaimmal egy második közös rámet indítottunk, ahol egy dzsungelbe költöztünk, ami közvetlenül itt van a másik oldalán, tehát konkrétan ez a dzsungel mellett van, és ez itt az én kis túlélő bázisom, ezt mindenképpen bele akartam csempészni ide nektek így a videó végére. És hogyha már elértünk ide, srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem a mai nap. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis rendhagyó videó, nem igazán szoktam ilyeneket csinálni, igazából az én csatornám arról szól, hogy én építek, viszont úgy gondolom, hogy tök jó, hogy tudok nektek ilyen szídekkel, úgymond egy helyszínt nyújtani azzal, vagy arra, hogy építsetek ti is valami különlegeset és valami szépet. Ne féljetek a Minecraft tájakról inspirálódni, sokszor nagyon-nagyon sok ötletet adhatnak. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Dobjatok egy lájkot, hogyha tetszett ez a videó, valamint iratkozzatok fel, hogyha esetleg még nem tettétek. Legyetek jók, legközelebb találkozunk. Hellóka, sziasztok, pápá!